Március 21-e van, Hajdúhatház mellett vagyunk a saját gajszi ültetvényben. Mivel mínusz 3 fok alá csökkent a hőmérséklet, elkezdtük, vagy már be is gyújtottuk a kihelyezett fagyvédő gyertyáknak a nagy részét. Itt láthatóak. A korai fajtáknál tettük ezt meg. Virágzik az ültetvényben a Luna és a Van der Kott fajta. Hogyha nem mozdul meg a szél, akkor reggelre akár mínusz 6, mínusz 7 fok is könnyen lehet az ültetvényben. Ezek a fagyvédő gyertyák, amelyek biztosítják a fáknak a védelmét. Ezeket 24 négyzetméterenként helyeztük ki az ültetvényben. Mindjárt megnézzük a begyújtását. Aha, bizony. Anti megmutatja, hogy gyújtjuk be. Itt van benne egy kis gyutacs. Az begyullad. Ami utána a beépített égő részt is be fogja szép lassan lobbantani. És utána ennek látjuk az eredményét az egész ültetvényben. Így néznek ki a fák. Reméljük, hogy sikerül megvédeni őket. Tegnap hallottam a rádióban, hogy március 20 volt a boldogság világnapja. Reméljük, hogy sikeres lesz a fagyvédelem, és két napossá válik az ünnep, áthúzódik március 21-re is.